Megkezdte munkáját a Városi Testület. Köszöntöm nézőinket, Óbert Kriszta vagyok. A november 18-ai közgyűlésen 40 napirendi pontot tárgyalnak a képviselők. Többek között a belváros forgalmi rendjének változásairól, vagy éppen a szociális intézmények férőhelyeiről. Tóth Bertalan frakcióvezető úrnak megadom a szót, önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Napirend előtt kívánok szólni, írásban jeleztem a tegnapi 10 óra előtti időszakban, kinek jár jutalom címmel. Ezen kívül a napirenden szerepe a Szigeti Garázs Kft. Felügyelőbizottságába új tagjelölés és társaság székének módosítása című előterjesztés. Ez a tegnapi gazdasági bizottságon is problémát okozott, hogy az előterjesztés nem arról szól, ami a címe. Most nyilván ezen a közgyűlésen ezt nem lehet orvosolni, ugyanis itt egy szindikátusi szerződés módosításról is szó van, de a jövőre nézve én azt gondolom, hogy az előterjesztés címét és tárgyát valahogy össze kéne hangolni, mert ha egy képviselő ránéz az előterjesztésre, akkor azt mondja, hogy felügyelőbizottságba új tag delegálása, tudjuk, hogy kimondott le, majd delegál nyilván a kormányzó többség, székhely, módosítás, és nem foglalkozik tovább az előterjesztéssel, közben pedig egy nagyon komoly módosítás szerepel a határozati javaslatban. Jövőre nézvén kérem, hogy akkor inkább ilyenkor külön napi rendben tárgyaljuk a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő, a kritikát javaslom talán én is, mert a cím valóban nem azt akarja, ami a tartalomban van, tehát egyetértek a felszólás lényegével. Megadom a szót Nagy Csaba, a polgármester úrnak, önnél a szó, a polgármester úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, előterjesztőként kérem levenni a napirendi pontról az április napirendjén szereplő ipari parki területek fejlesztése érdekében kötendő szindikátusi szerződés és adásvételi előszerződés jóváhagyása című előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kővár János frakcióvezető úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Két napirendet szeretnék felvetetni. Az egyik az integrált városfejlesztési stratégia aktualizálása, a másik a miénk itt a térprogram, a Linda Park modellkísérleti program támogatása. Ezt a két napirendet kérném felvenni. Köszönöm szépen, képviselő úr. A magam részéről szintén a javaslatom, én három napirendi pontot szeretnék levetetni a mai közülés témái közül. Elsőként a kettes sorszámú napirend Pécs megyegú város közülésének telekadóról szóló önkormányzati rendeletnek magyar megalkotása cím előterjesztés kérem levenni tehát. A hetes napirend, amely rendelet Varga Imre Kodály Zoltán szobrának átéréséről címet viseli, valamint a 26-os pontban szereplő Pécsi Konferencia és Koncertközpont vállalkozásszerződésének módosítása tárgyú előterjesztést ugyancsak levenni kívánom. Több hozzászólási igényt nem látok, akkor szavaznánk arról, hogy Kővár János által javasolt napirendek közül melyiket veszi a közgyűlés ma tárgyalásba. Elsőként kérem, hogy szavazzunk a integrált városfejlesztési stratégia aktualizálása című napirendi pont napirendre vételéről. Kérem a szavazást. És 28 egyhangú szavazat a napirendjére vette a napirendi pontot. Ezután kérem, hogy a miénk itt a tér program Melinda Park modellkísérlet támogatása című előterjesztésről szavazzunk, hogy tárgyalni kívánja a közülés a mai napon. Kérem a szavazást. Négy igennel és négy nemmel a napirendre vételre került ez a napirendi javaslat is. Ezek után kérem, hogy a napirendi sor egészéről szavazzon a közgyűlés. Kérem a szavazást. Megállapítom a közülés a mai napirendi sort, 28 igen, egy hangszalattal elfogadta. Következik a napirend előtti hozzászólás, megadom a szót Tóth Bertalan frakcióvezető úrnak, önné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, hozzászólásom címe kinek jár jutalom.
irigykedhetnék is a kormányzó többség kommunikációjára, hiszen rendkívül ügyes módon jelentenek be, azt gondolom, sokak számára negatív ügyeket, és az elmúlt időszakban ezt a PR kormányzásnak tudom be, sikerült úgy beállítani a városházi dolgozókat, köztisztviselőket, mintha ők magas fizetésért nagyjából nem csinálnának semmit. Holott azt gondolom, hogy ez így ebben a formában nem igaz. Gondolok arra, hogy a telekadó kérdésköre, polgármester úr előterjesztéséről van szó, amelyet visszavont a sajtón keresztül, de ott is ennek a közleménynek volt egy olyan kihallása, hogy hát ez a fránya apparátus, ez nem a polgármesteri szándékot valósította volna meg, és hát egy nagyon rossz előterjesztést készített elő, ezért szükséges annak újra gondolása. Én azt gondolom, hogy ez is egy álságos megközelítés ennek a témakörnek. Pedig, hogyha végig gondoljuk, akkor ez az apparátus ebben az évben két választásból nyolított le egy országgyűlését és egy önkormányzatit, és lássuk be, hogy 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa program is komoly terhet jelentett, komoly plusz munkát jelentett a köztisztviselők számára. És ne felejtsük el, hogy ezen ebben az apparátusban a Városháza nem csak kiemelt fizetési dolgozók dolgoznak, hanem 100 000 forint alatt kereső ügyintézők az okmányirodákban, szociális központokban, akiknek ez a jutalom karácsony előtt azt jelentette, hogy meg tudják vásárolni a karácsonyi ajándékot, vagy megfelelő karácsonyt tudnak szervezni a családoknak. Automatizmusról beszél polgármester úr, holott ön már háromszor adott ilyen jutalmat az apparátusnak. Azt gondolom, hogy ennek a kommunikációja sem volt megfelelő. Egy ilyen kiemelt évben azt gondolom, hogy igenis járna a jutalom. Mikor máskor, hogyha nem ebben az évben. És akkor nézzük meg, hogy amúgy meg kinek jár jutalom, ki az, akit megillett, ugye a Tettye Forrásház ZRT korábbi vezérigazgatója fél éves munka után kapott prémiumot, vagy a zárt ülésen fogunk tárgyalni majd egy kinevezés, de nyilván erre most nem térek ki, hanem majd utána. De ha megnézzük, hogy mire ajánlja föl a város ezt a forrást, ezt a 40 millió forintot, hogy a Malomvölgyi Szociális Otthon egyik intézményének a felújítására, ehhez képest kapunk egy erőterjesztést, illetve a Népjóléti Sportbizottság tagjai kapnak egy erőterjesztést, hogy a Malomvölgyi Szociális Otthon intézmény vezetőinek 1 millió 300 ezer forintos prémiumot javasol a tisztelt előterjesztő, akkor most kinek jár a jutalom? Az apparátus jutalma elmegy a Malomvölgyi Szociális Otthonba, akinek az igazgatója pedig 1 millió 300 ezer forintos prémiumot kap. Azt gondolom, polgármester úr, hogy egy mondata jut eszembe, hogy ehhez pofa kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót Csizik Péter alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselő úr. Az, hogy a Magyar Szocialista Párt kiket szeretne jutalmazni, és mit gondol jogos jutalomnak, azt azt hiszem az elmúlt 8 évben mindannyian megtapasztaltuk. Országosan egyre több olyan botrányszagú ügy van, amit jogos jutalomnak gondolt a Magyar Szocialista Párt, úgyhogy ebbe én nem mennék bele. Viszont volt egy, megütötte a fülemet egy kijelentés a képviselő úrnak, miszerint az integrált szociális otthon vezetője kap jutalmat. Tisztelt képviselő úr, ön szavazta meg ezt a prémiumot. Ön és az ön által vezetett frakció, a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület frakcióval közösen, hiszen amikor kinevezésre került az említett igazgatóasszony, akkor a fizetését úgy állapítottuk meg, hogy az előző vezető fizetéséhez képest 60% az, amit havi szinten járandóságként kap, és 40%, ami prémium feltételként, év végén kerül majd kiosztásra. A bizottság utána döntött a prémium feltételekről, és mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a prémium feltételeknek az igazgatónő az elmúlt egy évben eleget tett. Ön a saját döntése ellen szólt most, hiszen ön is és a frakciója is elfogadta ezt a javaslatot, akkor, amikor kinevezték az igazgatónőt. Egyébként pedig nem szép, hogy egy olyan nemes céllal
megy most szemben, mint a mozgáskorlátozottaknak egy 21. századi jól felszerelt életet biztosító otthonnak a kialakítása. Ön, tisztelt képviselő úr, amikor Kertvárosban többször is kampányolt az elmúlt évek alatt, többször ellátogatott a Malomvölgyi Szociális Otthonban. Ön nagyon jól tudja, hogy a Malomvölgyi Szociális Otthonban nem csak idősek vannak, hanem van egy szűk, körülbelül 25-30 fős csoport, mozgásfogyatékkal élők csoportja. Nagyon jól tudja, hogy az átlag életkoruk az körülbelül 35-40 év. És ön is látta, hiszen hogyha elment kampányolni, akkor biztos látta, látnia kellett, hogy előfordulhat az az extrém példa is, hogy egy 30-35 éves mozgásfogyatékkal élő fiatal 90-95 éves demens beteggel van egy szobában. Ezt nem hagyhatjuk, ezért gondoltuk azt, hogy lépni fogunk, és létre fogunk hozni egy olyan intézményt, ahol jó környezetben, lakókörnyezetben, egy két szintes épületben a mozgáskorlátozottak egy-két szobában teljesen akadálymentes környezetben élhetik a mindennapjukat. Normális, nyugodt, európai 21. századi életet biztosítunk nekik, amire a fedezet pont ez a 40 millió forint. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Ügyrendben Tóth Bertalan frakciót úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, személyes megszólítás címén is, ügyrendben is. Alpolgármester úr bőven túllépte a 3 perces reagálási lehetőséget az óratanúsága szerint. Erre kérem majd levezető elnököt, hogy figyeljen oda. Személyes megszólítatás címén pedig annyit szeretnék elmondani, hogy nem a prémium ellen szóltam, amit jó magam nem szavaztam meg. Nem az ellen szóltam, hanem a jutalom, az apparátusi jutalom mellett, és azt gondolom, hogy ez a nemes cél, ami nem a Malomvölgyi Szociális Otthonra vonatkozik, hanem egy az integrált nappali intézménynek egy tag intézményére, tehát a Cipernovszki utcai intézményre vonatkozó, ezzel is maximálisan egyetértek, és azt gondolom, hogy a 80 milliós átvilágítási anyagköltségének a feléből ezt meg lehetett volna valósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Több hozzászólást ez a témához nem látok, így a napirendnek megfelelően zárt ülést rendelek el. 2 perc technikai szünetet kérek akkor, amíg ez a helyzet előáll. A napi rendelőtti felszólalások után zárt ülésen folytatja munkáját a testület, ahol lakásfenntartási támogatásról is döntenek majd.